A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézői Csíkcsomortámból, a 6. székelyföldi Varga Sándor verstáborból vendégem Kubik Anna, vendégünk Kubik Anna, Kossuth Díjas, Jászai-Mari Ügyes érdemes művész, a tábor lelke minden évben itt vagy velünk, és ez nagyon-nagyon jó. Viszont, hogy megértsük, hogy miért is fontos ez, kezdjük az elején, hogy hogyan is kerültél kapcsolatban a verssel. Melyik volt az a pillanat, amikor a tehetség kitört a zárkózott Kubik Annából? Én azt gondolom, hogy ha visszamegyünk azokra az időkre, amikor az amatőr színjátszó szülők álma megvalósult, tehát kellett egy indítatás nyilvánvaló a vershez, hiszen ez még ma is misztikum a versmondás, sajnos teszem hozzá. Így van, többnyire általános iskolában kezdjük a versmondást, és parancsra, vagy felszólításra, és aztán egyszer csak mindenki megérzi azt magában, hogy van-e mondani valója a versekkel, van-e örömmel, telik-e öröme abban, a szóhatalmában, hogy másokra hatni akarjon, minden esetre egy közlési vágynak párosulnia kell a gondolattal, hogy ő versmondó lesz, és hát ez nálam is elérkezett, leginkább a székesfehérvári gimnáziumi évek alatt csúcsosodott ki, a Teleki Blanka gimnáziumban, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és elindultam egy versmondó, akkori nagy versmondó versenyen, a Ki mit tudom. És akkor itt nyúlnék a verstáborhoz egy kicsit előre, mert nekem akkor egyedül román tanár úr volt segítségem, és rátámaszkodhattam, ő nagyon sokat segített nekem, de tulajdonképpen teljesen Hájó Kovács módjára vetettem bele magam ebbe az előadó művészeti életbe, és nem tudtam semmit, hogy mit, hogy kell csinálni. És hát egy nagy ugrással tulajdonképpen azért is vágtam ebbe bele 5-6 évvel ezelőtt, hogy a mai fiatalok ne álljanak olyan tudatlanul ezelőtt a dolog előtt, ami egy kicsit ijesztő is, de vonzó is, nehéz is, de könnyű is. Ebben szeretnék nekik segíteni. Nagyon fontos, amit mondtál, de nyilván ehhez hozzásegített a főiskolás évek, azok az idők, hiszen egy legendás osztályba jártál. Ez így van, de sajnos azt kell, hogy mondjam, ott el is bátortalanodtam, és utána évtizedekig nem mertem vershez nyúlni, mert túl sok kritika ért bennünket, elemeire szedték a versmondásunkat, és viszont nem rakták össze. Úgyhogy akkor elveszítettem a bátorságomat, és aztán Bubik István barátom biztatott arra, hogy kezdjem el újra. Úgyhogy az nekem egy szinte tabula ráza volt, és előről kezdtem néhány évvel ezelőtt a versmondást. Önálló estet is alakítottam ki ebből, a kedvenc versekből, a szeretett versekből, és akkor már nem törődtem azzal, hogy mit, hogy nem szabad, inkább mentem előre, és arra gondoltam, hogy ami nekem fontos, azt át tudjam adni másoknak is, és sútba vágtam a szabályokat, akkor már mertem, és így indult újra tulajdonképpen a vers bennem. Mondhatjuk azt, hogy a vers örök, akár Anna örök. Hát remélem. 1986. Az egy áttörés volt a pályafutásodban. Ruboldo Dönnel, mondhatjuk így, Agárdi Gáborral, Sinkovics Imrével, Sütő András, Advent a Hargitán. 30 esztendeje volt, emberöltönyi távolság, és még mindig beleborzong az ember, ha erről beszél, legalábbis én. Igen, ez tulajdonképpen egy fél évvel azelőtt kezdődött, hiszen megkaptam az Advent a Hargitán női főszerepét, és úgy gondoltam, hogy nem tudom eljátszani, anélkül, hogy ne jártam volna a Hargitán. És akkor Sütő Andrást meglátogattuk Ruboldo Dödön barátommal, Funtek Frigyes barátommal, aki aztán a darabban is, darabbéli partnerem is lett. És akkor 85 nyarán végigjártuk azokat a
most is nagyon szeretett helyszíneket, ahol a fiatalokkal járunk. Elmentünk a Hargitára, Sikaszóra, jártunk Tamási Áron nyomában, és ezt az útvonalat, ezt Sütő András állította össze nekünk, felejthetetlen. A nála töltött éjszaka, amikor ki kellett a lehallgató készülékeket is játszanunk, kicseleznünk. A ház minden pontjában ott volt, még a padláson is, úgyhogy a kert végébe mentünk el. És akkor mondta Sütő András, hogy ott is van lehallgató készülék, de ott a madarak egy kicsit megzavarják a hallgatófüleket, szorgosan hallgatófüleket, úgyhogy menjünk a kert végébe, és hajnalig beszélgettünk, és ő állította nekünk össze ezt az útvonalat. És így mertem belevágni a darab próbáiba, amit aztán ugye először betiltottak, és 86. januárjában kerülhetett csak sor a valódi bemutatóra. Akkor viszont a szerzőt nem engedték át, úgyhogy egy tüntetéssé fajult az egész előadás. És hát mi színészek is elhatároztuk, hogy nem tetszésünknek adunk hangot, és hát bizony egy 30 perces álló vastaps jött a darab végén, színészek is álltak, és mi elhatároztuk, hogy nem fogunk meghajolni. Álltunk, a közönség is állt, farkas szemet néztünk egymással, és egy soha nem felejthető esti tüntetés volt ez. Akik nem jutottak be aznap a színházba, már így is dupla annyian voltak, mint ahány férőhelye volt, 650 férőhelyes a akkori Nemzeti Színház, és hát olyan 1200-an jutottak be. Akik nem jutottak be, azoknak pedig egy tanárnő kint a hóban olvasta fel a Tisza tájból a éppen megjelent darabot. Ez azóta is meghatározó pillanat a színészi pályafutásodnak, általában az emberi létednek, mondhatjuk? Igen, és sok minden miatt. Nem csak a színésznői minőség miatt, ami hát egy óriási szerepet takar, amit most mondtam, tehát 4 szerepet kellett egy előadáson belül eljátszanom, hanem az is, hogy megismertem ezt a tájat, az itt élő embereket, ezeket a szakrális tereket, mindez nagyon nagy hatással volt rám, és minden nyáron ezt igyekszem most is beszippantani Erdélyben. Záporoztak rád a szerepek. Hála Istennek, mondom én, színházba járó emberként. Volt időd lubickolni valaha is a sikerben? Megállni egy pillanatra? Vagy minden egyes szerep a következő szereppel kezdődött? Nem is volt célom soha. Szóval én úgy szeretnék földön maradó ember lenni, hogy nem ülök ezeken a sikereken, mert mindig újabb-újabb kihívás jön. Én nem azért csinálom ezt a pályát, hogy kiélvezzem ezeket a sikereket, vagy üljek a babéraimon. Hát ez igazából úgy történik, hogy mindig izgat a következő feladat. Feszít a mondani való, feszít az, hogy mit kell elvégezni, hogy mennyi óriási munka van még előttem, és kevésbé törődöm a hatással. Szerintem ez segít egy kicsit a földön maradni is. Szóval nem szálltam el soha, a jó kritikától pedig nagyon-nagyon sokat kaptam. És hát a rossz kritika sem döntött annyira a földre, mert tudtam, hogy mindig meg kell hallani azt, ami előre visz, ami segít, és a többit meg magamnak kell eldönteni. Természetesen nem kerültek el az elismerések. Minden elismerést megkaptál, ami elérhető. Ez pozitív megerősítést ad nyilvánvaló, de legalább annyira fontos a nézők, a közönség szeretete is. És ebben a visszajelzésben neked van részed bőségesen. Hát ez az igazi nagy öröm, igen, hogy egy-egy megmozdulás az sikert arat, azzal annyira nem törődöm, de a szeretet az nagyon fontos számomra. Nem is tudnám másképp művelni a pályámat. Nekem fontos, hogy szerető közeg vegyen körül, akkor tudok megnyílni, akkor tudom ezt a bizonyos zárkózottságomat is levetni, és akkor tudok alkotni. Hogyha megfagy körülöttem a levegő, akkor az engem nagyon nem inspirál. Lehet, hogy ez egyéni beállítottság kérdése, de hát zavar, és ezért van is egy ilyen vágy bennem, hogy nem megfelelési kényszer, hanem hogy addig beszélgetek, és addig dolgozom emberekkel, amíg azt el nem érem, hogy tudjak ráhatni valahogy, és mindezt természetesen a szelídség és a béke jegyében. Amikor meg kell, akkor kijeleztem a hangom. De mindig szeretetből, soha nem gyűlöletből. Lehet mosolygó szemmel nemet mondani? Lehet, ez bejött nekem. Szerintem szabad is, és kell is, és csak a gyűlöletet azt nem érzem. Azt például gyűlölet és irigység szerintem soha életemben nem volt bennem. Ez a kettő, ettől megmentettek a szüleim, azt hiszem, a gényeikkel. Amikor aki valami
mennyire is ismert téged, azt tudja, hogy teljes egészében képes vagy kizárni a felesleges dolgokat az életedből. Ez jól van így, ugye? Nincs rá időm. Egyszerűen nem. Ez ilyen egyszerű. Nem, nincs rá energiám, elvisz egy csomó időt az ember életéből, és akkor ez nagyon egyszerűvé válik. Beszéljünk Csíkcsomortáról. Ez egy csoda történet. Varga Sándor megálmodta, és sikerült megvalósítania olyan szinten, hogy azt hiszem, hogy példát ad mindenkinek, hogy hogy lehet jó dolgot csinálni, nem valamit, hanem jót. Ez a 6. tábor. Milyenek a mi fiataljaink, a te fiataljaid? Mennyit változnak ők? Esztendő esztendőre végigkíséred ezt a folyamatot? Én megértettem azt hiszem a Sándor szándékát. Azt is megértettem, hogy itt nem szakbarbárokat nevelünk, akik csak a versekben élnek, és egyébként meg irodalom bolondok, hanem az élet teljes egészét igyekszünk felmutatni, a művészetek összességét. És ez idénre már odáig sikeredett, hogy még a képzőművészet is bekapcsolódik a választott és lehetséges programok közé, és ennek én nagyon örülök, mert ez hiányzott, de már itt van a tánc, az ének, nagyon jó gondolata volt ez Sándornak. Semmi más célunk nincsen, nem akarunk mi színművészeket faragni, nem akarunk mi tényleg csak egy felé koncentráló fiatalokkal barátkozni és nevelni őket, hanem az élet teljes egészére, egy egészséges nemzettudatra, arra, hogy büszkén, tudatosan, méltósággal éljék az életüket, mert bizonyos helyzetekben ez ma nagyon hiányzik, hogy jelen legyen a hazaszeretet, és az is egészséges módon, nem meldöngetően, hanem tudják, hogy kik ők, honnan jöttek, hova tartanak, és akinek van egy ilyen egészséges tudata, az olyan nagyon már nem tud elmenni balra, jobbra, ezer felé. Az a fontos, hogy tudatosak legyenek, tudatosan éljenek, keressék a minőséget, ha lehet száműzzék a gagyit az életükből, és akkor ez egy csodálatosabb élet lesz. Azért az tetten érhető, hogy itt minden egyes pillanatban neki íramodik a lélek. Mindegy, hogy mivel foglalkoznak most verssel, prózával, tánccal, dallal. Azért mind az övék, és ez nagy összetartó erő. Ezt ti erősítitek meg. Mennyire köszön vissza az a tanítás, amit ti átadtok? Évről évre látjuk, hogy a fiataloknak a közösségi élménye az a legnagyobb hiányuk, és ezt próbáljuk felidézni bennük, és akiben egyszer feltámadt az igény ez iránt, az nem felejti el, az megteremti majd a saját családjának is, a saját közösségében is megteremti. Ebből van a legkevesebb. Hát láttuk most, ugye most van vége az Európa bajnokságnak a futballban, és az én lányom és az ő nemzedéke, akik már 90 után születtek, bizony nem éltek még át ilyen közösségi érzést, hogy együtt mennek az utcán és énekelnek örömükben. És ez bizony megjegyzik. Ez olyan erős hatás és olyan erős katarzis, amitől mi magunk jobbá válunk. A színháznak is ez a célja, az előadó művészetnek is ez a célja. És tudatosan keressük bizony ma már ezeket a közösségi élményeket. Azért van az ima, azért van az ének, azért van a tánc, közös versmondás is, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy ne vesszen ki belőlünk, ne legyünk önzők, ne éljük úgy le az életünket, hogy a másik emberre nem figyelünk, és hogy mindez kimaradjon az életünkből. Úgyhogy reméljük, hogy itt egy kis csirát ebből ki tudunk bújtatni, és akkor hát a többi az ő dolgok már. Minden bizonnyal így van, és örülök neki, hogy ezt mondtad. A tábor egyik legfontosabb pillanata volt, azt hiszem, annak tükrében, hogy a táborvezetők a tűzből tüzet mottót, illetve gondolatsort választották hívó gondolatul. 1956. Wittner Máriát hallhattuk, Dékány Árpád Szixtusz főapát urat hallhattuk erről. Nézhettünk. És én azt mondom, hogy fontos, ami október 23-a és november 4-e között történt, de legalább annyira fontos, hogy mi történt előtte, és mi történt utána, egészen napjainkig, 60 esztendőn át. Fontos 1956 nekünk?
Fontos és túl nagy a megosztottság ebben az ügyben, úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit tisztába tenni itt a táborban is, meg egyébként is célunk és feladatunk ez, hiszen társadalmunk is megosztott, 56-ról is megoszlanak a vélemények is, ilyet is, olyat is hallunk, a tényekkel azonban nem árt tisztában lennünk. Ezért próbáltuk meg elhívni a hiteles szemtanút, Wittner Máriát, aki olyan egyszerűséggel tud beszélni a történtekről, és az azt megelőző időszakról is, hogy láttuk, hogy milyen hatással volt a fiatalokra. Azt hiszem, hogy egy személyes példa az nagyon-nagyon sokat jelent, és hát mindnyájan tudjuk, nem véletlen az sem, hogy a trianoni gondolat is megjelent, és pont ma ezzel fogunk foglalkozni este, mert sok minden indult el akkor. Nekem Blaskó Péterrel például van egy ilyen közös estem Trianonról és annak hatásáról, hát mindenképpen ott van már ebben is 1956, és azután a következő időkben is benne van, mert nincs olyan magyar család, akit ne érintett volna valamilyen módon 1956. Vagy azért, mert a szüleik kivándorolni kényszerültek, vagy azért, mert ne adj Isten, mártír halált halt mondjuk egy salgótarjáni sortűzben valamelyik családtagjuk, vagy Budapesten a Kossuth tér előtt, vagy Mosonmagyaróvárot, vagy ezer szállal kötődünk ehhez, és mégis kibeszéletlen a történet. Mai napig is nem tudjuk a sortüzek áldozatainak a pontos számát, a nevét. Tehát annyi minden nem történt meg, annyi tisztázás nem történt meg ezzel kapcsolatosan, hogy óhatatlan megoszlanak a vélemények. Hát ezt a tisztázást jó lenne elkezdeni, jó lenne már benne lenni, és ha úgy tanulnának a fiatalok erről, hogy még, amíg még élnek szemtanúk, addig őket megkeresnénk, és addig megtudnánk, ami megtudható, tudjuk, hogy köztük is nagy a megosztottság már, és sokan sokfélét mondanak 56-ról. Jobb lenne tisztán látni, de ehhez még azt hiszem, hogy 50 év hiányzik. A gála előtt vagyunk még. Mi köszön vissza abból a 10 napból, amit most ebben az esztendőben együtt töltöttetek? Jó, hogy megint nagyon egyivású a társaság, nincsenek félrehúzódások, nincsenek nagy ellenszenvek, együtt dolgoznak, most is gyakorolnak, ott is gyakorolnak, maguktól éjjel, maguktól táncolnak már, bátrak lettek, nyitottak, sok újat ismernek meg, azt hiszem, hogy szeretnek együtt lenni, és biztos, hogy tartani fogják egymással a barátságokat, a kapcsolatokat. Anna, a beszélgetésünk címéül a kivételesen egy legendás szinkron szerepet adtam, az Angyal válaszol. Nos, akkor szeretném megköszönni, hogy megtiszteltél bennünket, és hogy az Angyal válaszolt. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták Csík Csomortánban Kubik Annával. Maradjanak továbbra is velünk. Nagy Zoltán Péter kollégám nevében is búcsúzom. Minden jót kívánok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.